Az MDF még az első országos gyűlése táján közzétette egy programot, amit Ifja Fekete jegyzett és néhány más közgazdász, vagy nem közgazdász, a gazdasági ember inkább, és azt elolvasva, vállalatgazdász, ugye Fekete inkább demográfus volt a KSH-ba, és elolvasva az volt a benyomásunk, hogy nagyon jó szándékú, de egy kontúr nélküli, tényleg harmadik utas, de úgy abban az értelemben, hogy nem tudta eldönteni, hogy hová jön. És ugyanakkor 89-ben már lehetett tudni, hogy nem a szocializmusnak egy még újabb kiadása az, amin dolgozni kell, hanem más. Kapitalizmus, vagy piacgazdaság, vagy valami. És akkor mi jelentkeztünk, hogy írnánk egy cikket, és írtunk egy cikket, lehozták örömmel, és én utána kaptam egy hasonló felkérést, annélkül, hogy tudtam volna, hogy te bejársz azokra az ülésekre, hogy jó, hát akkor, ha ilyen jó szándékú kritikát írnak, akkor ennyi erővel akár írhatnának egy jobb programot.